Van egy 11 éves kislányom, aki születésétől kancsal mind a két szemére. Ragasztottuk, takartuk felváltva, és szemüvege is van. Egy keveset javult a szeme, de mi szülők szeretnénk lézeres műtéttel javítani rajta. Lehetséges ez, és ha igen, hány éves korában? Ketté kell választani a két problémát. Az egyik kérdés a kancsalság kérdése, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy még addig történjen meg a tompalátás kivédése, amíg ez lehetséges. Tehát, hogyha önök takarták, akkor valószínűleg mindent megtettek annak érdekében, hogy a kislány szemének a látás teljesítménye az mind a két szemén tökéletes legyen. A szemüveg az vagy korrigálja a kancsalságot, vagy nem. Tehát elképzelhető, hogy egy jó korrekció mellett is kancsalállásban marad a szem. Ilyenkor mindenképpen szóba jöhet a szemizomműtét. Ez viszont nem lézeresen, hanem mikroműszerekkel zajlik. A lézeres szemműtét az pedig a dioptria kiváltására van, ez majd felnőtt korában jön szóba. Addig szemüveg, illetve kontaktlencse.